Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Január 20-a Fábián és Sebestyén névnapja van. 748 éve meghalt Özséb, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend alapítója. 1823-ban látta meg a napvilágot Madách Imre költő, író, ügyvéd, politikus, az ember tragédiája szerzője. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Koszovóba látogatott ma Alekszandr Vucic. Borversenyt tartottak Temerinben. Hagyományos disznótort tartottak Topolyán. Kisállat kiállítás van Csantavéren. Több órás áramszünet volt a Pannon RTV székházában a Pannon Médiaház építkezési munkálatai miatt. Egyes nézőinknél szünetelt a Pannon Televízió műsora, és a műsorok terén fennakadások és változások is történtek. A több órás áramkimaradás a Pannon Rádió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió műsorsugárzásában nem okozott nagyobb problémát. A Pannon Rádióban nem voltak hír és élő műsorok, hanem egész nap slágerekkel várták a hallgatókat. A legfontosabb információk és hírek azonban így is eljutottak az érdeklődőkhöz a jól megszokott időpontokban a Szabadkai Magyar Rádió frekvenciáján. Koszovóba látogatott ma Alekszandr Vucic, a szerb államfő elsőként a Banská Kolostorba, majd pedig Koszovska Mitrovicába utazott, ahol a helyi szerb politikusokkal, illetve a lakosokkal is találkozott. Vucic az elmúlt 5 évben 8. alkalommal látogatott Koszovóba. Szakadó hóesés és harangszó fogadta Alekszandr Vucicot szombat reggel Koszovóban. A szerb államfő elsőként a Banskai Kolostorba látogatott el, ahol az egybegyűltek tapsal köszöntötték. Vucic a kolostor belülről is megtekintette, majd visszatért az udvaron várakozó tömeghez. Szerbi morajú da ostanu i da opstanu na svojim ognjištima na Kosovu i Metohiji i ne sme da nas bude manje na teritoriji na zemlji na koje smo uvijek živjeli i zato ćemo se kao država boriti na sve načine. Vucic azt üzente az albánoknak, Szerbia nem csak békét akar, hanem mindent meg is tesz a béke megőrzéséért, azért, hogy a több évtizedes, több évszázados vitákat rendezzék, hogy minden szerb és minden albán család békében élhessen. A szerb államfő Oliver Ivanović koszovói szerb politikus meggyilkolásáról is beszélt. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu, da im tu bezbednost garantuju, da vidimo kako i na koji način će da provedu istragu. Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne. Alekszandr Vucic később Koszovska Mitrovicába is ellátogatott, ahol koszorút helyezett el Oliver Ivanović meggyilkolásának helyszínénél. A koszovói szerb politikust kedden lőtték le, az elkövetőt vagy elkövetőket továbbra is keresik. A szerb államfő ezt követően a helyi szerb vezetőkkel egyeztetett a Koszovóban uralkodó helyzetről. A szerb államfő koszovói útja során egy gracsanicai családhoz is ellátogatott, amely szlavát tartott, vagyis a család védőszentjét ünnepelte. Az ortodoxok ma tartják Szent János napját. Alekszandr Vucic megtekintette a gracsanicai kolostort is. Lapjeszélo településre is ellátogatott, ahol óriási tömeg fogadta. A szerb köztársasági elnök azt mondta, köszönet azért, hogy őrzik és védik a szerb önazonosságukat az ott élők. Az Oliver Ivanović meggyilkolásának ügyét vezető koszovói ügyész bejelentette, a nyomozás első eredményeit hétfőn fogják közzétenni. Ezek közé az információk közé tartozik a biztonsági kamerák felvétele, a megégett autó részletei, valamint más bizonyítékok is. Pristina az Interpolon keresztül továbbította Belgrádnak az együttműködésre és információcserére irányuló kérelmet, mondta Milan Radojevic Koszovó belügyminiszter helyettese. A koszovói rendőrség 10 000 eurót ajánlott fel annak, aki információval szolgál a gyilkossággal kapcsolatban.
Az eddigi információk szerint legalább 4 fegyveres rontott be a kabuli Intercontinental szállodába, írja a BBC. A helyi különleges erők megrohamozták a túszejtőket, 2 támadót lelőttek, erősítette meg az afganisztáni belügyminiszter közép-európai idő szerint 20 óra után. A tárcavezető elmondta, hogy a támadók tüzet nyitottak a vendégekre. Áldozatokról és sérültekről nincs hír. Az ismeretlenek felgyújtották a konyhát, több emelet is kigyulladt. A vendégek többsége a szobájába zárkózott. 2011-ben már egyszer támadás érte a hotelt. Ma van a veronai buszbaleset évfordulója, Magyarországon is megemlékeztek az áldozatokról. Olaszországban a veronai Szent Anasztázia templomban misét tartottak az olaszországi hatóságok képviselői a tavaly történt szerencsétlenség magyar áldozatainak, a Szinyei Mersepel Budapesti Gimnázium diákjai és kísérői emlékére. A baleset tavaly január 20-án éjfél előtt következett be a Velence felé haladó autópálya veronai szakaszán. 17 ember vesztette életét, és 26-an sérültek meg. Egy évvel a tragédia után még mindig sok a tisztázatlan kérdés, a nyomozás még mindig tart, várhatóan március végén zárul le. Leállt az amerikai kormányzati hivatalok egy része. Az Egyesült Államokban a szenátus nem szavazta meg a határidőig a kormányzati hivatalok és ügynökségek munkájának finanszírozását biztosító törvényt. A republikánus és demokrata szenátorok nem tudtak egyetértésre jutni a kormányzat működéséhez szükséges költségvetés kérdésében. 60 voksra lett volna szükség a szenátusi szavazás eredményességéhez. Legutóbb 2013-ban történt hasonló kormányzati leállás az Egyesült Államokban. Akkor 16 napon át állt az amerikai kormányszervek többsége, és több mint 800 ezer kormányzati dolgozót küldtek kényszerszabadságra. Peru északi részén Trujillo tengerpartján tartott misét Ferenc pápa szombaton, és azzal vigasztalta a tavalyi áradásokban földönfutóvá vált lakosságot, hogy együtt az élet minden viharát túlélhetik. Az El Niño időjárási jelenséget kísérő áradásokban több mint 150-en vesztették életüket a térségben, több százezer otthon vált a földdel egyenlővé, és a lakosság egy része még mindig sátrakban él. A katasztrófa körülbelül 2 millió embernek okozott szenvedést. A mai misén mintegy 200 000 hívő vett részt. A pápa szerint a peruiak megmutatták, hogy az élet legnagyobb problémáival is szembe lehet nézni, ha a közösség összefog, és tagjai testvérként segítik egymást. A katolikus egyházfő vasárnap fejezi be egy hetes chilei és perui látogatását, és visszaindul Rómába. A vallási vezető chilei útját tüntetések és templomgyújtogatások kísérték, de Peruban szívélyes fogadtatásban részesült. Ferenc pápa 6-szor kereste fel a latin-amerikai térséget azóta, hogy a Vatikán élére került. A Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági bált szervezett a jótékonyság jegyében pénteken a Magyar Király Hotelban, Székesfehérvárott. Az eseményre a gazdaság és a közélet szereplőit is meghívták. Az est fő célja a Kárpát-medencei szakképzés fejlesztésének támogatása volt. A Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontos küldetésének tekinti a közösségi kapcsolatok erősítését. Többek között Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes, és Pásztor Bálint, a VMS köztársaság parlamenti frakció vezetője vállalták a bál védnökségét. A vajdasági magyar politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a bevétel az Adai Műszaki Iskoláé lesz. Beiktatták tisztségébe a horvátországi magyar reformátusok új püspökét. Szent Péter a horvátországi és a Kárpát-medencei magyar reformátusság képviselői előtt a szlavóniai Haraszti református templomban pénteken mondta el esküjét. Az egyházi vezető szerint a drávaszögi és a szlavóniai magyarságnak leginkább közösségre van szüksége. Bogárdi Szabó István, a magyarországi református egyház zsinatának lelkészi elnöke végül mindenkit a horvátországi reformátusokért és az új püspökökért szóló imádságra kért. Szent Péter arra kérte az embereket, hogy ne mindenki csak a maga igazát keresse, hanem alázattal, hosszú tűréssel és nem mellesleg örömmel élje a mindennapokat. Más egyházi és világi tisztségviselők mellett az új püspököt köszöntötte Fülöp Attila, egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős magyar államtitkár is. Balogh Zoltán, magyar emberi erőforrásokért felelős miniszter gondolatait tolmácsolva a külhoni magyar közösséget az anyaország támogatásáról biztosította. Ennek példájaként kiemelte, hogy a baba kötvényt az új évtől immár a külhonban született gyerekek is megkapják.
megrendezték a Ruszin Nemzeti Közösség ünnepét péntek este Szabadkán. Az eseményen beszédet mondott Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke. Köszöntötte az összegyűlteket és gratulált a ruszinok nemzeti ünnepe alkalmából. Szavaiban visszaemlékezett az 1751. január 17-én aláírt hivatalos egyezményre, amely a ruszinok vajdaságba való betelepítéséről szólt. Ennek értelmében a nagykeresztúri pusztát ruszin nemzetiségű családokkal telepítették be. Továbbá arról is beszélt, hogy idén, mint ahogy az ezt megelőző években is, támogatni fogják nem csak a ruszin nemzeti közösség igényeit, hanem másokét is. Kiemelte, az ezt követő esztendőkben ez így lesz. Hvala vam što ste čuvajući i razvijajući sebe i sopstveni identitet taj spektar obogaćivali kroz decenije i sve vekove koji su za nama i hvala vam što to činite i danas. Kao mala, brojčano mala zajednica, vi imate mnogo razloga da budete ponosni. Ništa o tome ne govori bolje od zaista impresivnog podatka da u rusinskoj populaciji u Vojvodini danas nema nepismenih. Várhatóan módosul az érvényben lévő bortörvény, így akár már az év közepétől a kis családi vállalkozások, borászatok és pincészetek otthonról is legálisan árulhatják a készterméket, hangzott el a temerini vincenapi borkóstolón, ahol a régióból közel 700 minőségi bor versenyzett az aranyéremért. Roskadásig teltek az asztalok boros palackokkal a temerini sportcsarnokban. A vincenapi rendezvényen mindenfajtát meg lehetett kóstolni. Az érmesek iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. A nemzetközi megmérettetésen kimagasló eredménnyel szép számban szerepeltek a temerini borászok is. Lahos Imre 10 éve készít nedűt. A vörösborával aranyat érdemelt ki. Ez a temerini borverseny, ami mi nekünk a mérvadó, mivel hogy itt a nemzetközi borokkal meg tudjuk mérettetni a saját munkánknak a gyümölcsét, és mondhatom, hogy meg vagyok elégedve vele. A szakmai zsűri 697 szerbiai és külföldi, többek között szlovák és szlovén bort is értékelt. A minőséget az időjárás nagyban befolyásolta. Olyan szőlőfürtök, amelyik tőkéken több mint 1 kiló volt hagyva, ezek nem kaptak kellő csapadékot, és a sav egyensúly nem tudott rendesen kialakulni, tehát a savházartás problémát okozott, és ezek a fehérborok sajnos gyöngébb minőséget képviseltek. Az ágazat fejlődéséhez szükséges az állami támogatás is. Én nagyon bízom abban, hogy sikerül kieszközölnünk azt, a minisztériumnak egyértelmű ez az álláspontja, és szeretnénk ezt, hogyha kis családi gazdaságok tudnák a bort értékesíteni otthonról. A kollégák a minisztériumban értik, ők is szintén ezen az állásponton vannak, és én bízom benne, hogy a törvénymódosítás után erre lehetőség is fog nyílni. A 21. vincenapi borversenyt ezúttal is a Kert Barátkör szervezte. Az első nemzetközi borversenyünk is nemzetközi volt, hát a szekszárdiak voltak itt, egy magyarországi, de most már 100, majdnem 180 külföldi minta érkezik. Tehát mondhassuk nyugodtan, hogy ez egy komoly nemzetközi borfesztivál. A rendezvény művelődési műsorral zárult. A valamikori paraszti háztartások egyik legnépszerűbb eseményét, a hagyományos disznóvágást elevenítették fel a Topolyai Tájház udvarán a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat szervezésében. Igazi autentikus toros hangulatban telt a több mint 300 kg-os sertés feldolgozása. Az érdeklődőket, vendégeket finom falatok várták. A disznó leölése után a forrázás és a vakarás következett fateknőben, ahogy azt nagyanyáink idejében tették. Ezután szalmával pörkölték meg a sertést. A gyerekek kíváncsian vettek részt az eseményen. Hallottuk a tévében, hogy lesz, és ez nekem nagyon megtetszett, és hogy kíváncsi voltam, hogy ez hogy csinálják. Először vagyok itt, és tetszik, és kolbászt szeretnék kóstolni.
Az idősebbek még emlékeznek a régi idők disznóvágásaira, amelyek több napig is eltartottak, igazi családi társasági esemény, ünnep volt. Valamikor úgy kezdődött, hogy már pénteken este összejött a család, a kumaság, a szomszédok, és a hagymapucolás, a késélesítés, a szérszámok elkészítése volt az első mozzanat a disznóvágásnál. És szombaton hajnalban jöttek össze a böllérek, akik végezték a disznóvágást, az asszonyok meg készítették a finom hájas kiflit, fánkot, valamint a gyerekeknek is volt feladatuk, a disznó perzselésnél a kis tüzet ápolták, hogy az ne aludjon ki. A topolyaiakon kívül a magyarországi Dunaharasztiból, Rákosmentéről és Erdélyből is érkeztek vendégek felidézni a régi disznótorok emlékeit. Édesapám is foglalkozott disznóvágással, hát végignéztem mindig, hogy hogyan szabja fél, hogy kezdődik a vágás, ugye hát nem volt ez a modern disznőrés. A több mint 300 kg-os sertés nagy feladat elé állította a bölléreket, a súlya miatt hátára fordítva szedték szét. Több ideig tart az egész munkálat, az elejétől a végig, ugye több hús is van, nagyobb a jószág is, nehezebb is vele dolgozni, de azért megcsináljuk, de régen nem is vágtak ilyen 100-120 kilósokat, mint 250-300 kilósokat. Amíg a férfiak a disznó szétszedésével, feldolgozásával foglalkoztak, addig a hölgyek sütötték a finom falatokat a reggelire, a májat, a vért és a szalonnát. Nagyanyáink apró fortéjaival, hagyományos fűszerezéssel érhetők el az igazi, autentikus disznótoros ízek. A vért csak sütés után szabad sózni. Ha beletesszük a sót, akkor még szétomlik a vére, akkor nem alszik meg úgy, ahogy kellene. Mi kerül rá? Rá dinszelt vöröshagymával és sóval, utána, amikor már sózzuk, akkor a hagymával. A nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat 10. alkalommal szervezte meg a hagyományos paraszti disznóölést a Tájház udvarán. Az alapgondolatunk az, hogy ezt a hagyományos disznőölést bemutassuk a fiataloknak, a gyermekeknek, nekünk idősebbeknek, meg a többieknek is egy kicsit nosztalgiázunk. A vendégek jó hangulatban fogyasztották el a disznótoros reggelit a Topolyai Tájház udvarán. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Újvidéki Színes Szilánkok Diánk Színpad és a Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület közös műsort mutatott be Temerinben. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában rendezték meg a Lékó János kispályás emléktornát. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Újvidéki Színes Szilánkok Diák Színpad és a Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület közösen alkalmi műsort mutatott be pénteken este a Temerini Színház teremben. Ma este az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület színpadán lépnek fel. Az egyórás műsor két előadásból jött létre. Mindkettő az Arany János emlékév alkalmából készült, a nagy magyar költő munkásságáról szól két különböző nézőpontból. A Petőfi Művelődési Egyesület elnök asszonya, Ladisics Melinda említette, hogy a kultúra napjára terben van a diák színpad föllépése. És akkor mi gondolkoztunk és felajánlottunk egy ilyen lehetőséget, mivel ezek rövidebb darabok, színpadi játékok, hogy mi lenne akkor, hogyha mind a kettőt bemutatnánk, Újvidéken is és Temerinben is. Az Újvidéki Diákszínpad Így lettem töredék című előadásában Arany János Csíkos Dániel alakította. A darab alapja Arany János önéletrajza, ezekhez társult Arany János munkásságának nagyjai, balladái, versei, valamint egy kis koreográfiát is összeállítottunk. A fiatal színjátszók számára a szöveg jelentette a legnagyobb nehézséget, mondta a diák színpad vezetője. Gondolom, hogy nekik ez nem volt olyan mértékben kihívás, mint maga a szöveggel megbirkózni, ami ugye már itt a 21. században nem használunk, és nem így beszélünk, és nem ilyen kacifántos mondatszerkezetben mondjuk el a gondolatainkat. És mégis sajoltál én. Rikoltoz a Bagoly Csonka régi tornyán, ez a címe a temeriniek előadásának, melyet szülővárosukban most mutattak be először az amatőr színjátszók. Csorba Béla írta a dramaturgiát, László Sándor a rendezője,
és hát a mi kis csapatunk állt helyt, akkor is egy hónap alatt készítettük elő, vagy el, és hát most is egy hónap állt rendelkezésre, hogy felújítsuk a próbákat. A diákszínpad előadását Czrnkovics Gabriella rendezte, és a dramaturgiát is ő készítette. Népdalokkal, versekkel, valamint a kultúra és a néphagyomány kapcsolatáról szóló értekezésekkel ünnepelték Topolyán is a Magyar Kultúra Napját a Kis Lajos Néprajzi Társaság szervezésében. Bemutatták Siling István néprajzkutató a Kisbíró című legújabb kötetét. A műsor keretében kiállítás nyílt a Kis Lajos Néprajzi Társaság köteteiből, és bemutatkoztak a fiatal néprajzkutatók is. Somogyi népdalokkal kezdődött a Magyar Kultúra Napi ünnepség Török Noémi bácsfeketehegyi népdalénekes tolmácsolásában a Topolyai Művelődési Házban. Dudás Kata, topolyai népdalénekes kalotaszegi dallamokkal örvendeztette meg a teltházas közönséget. Szőke Anna, néprajzi társaság elnöke és a szerző Siling István mutatta be a Kisbíró című néprajzi szociográfiát, amely az ünnepség időpontjára jelent meg. A kupuszinai hirdetések szövegeit tartalmazza, illetve egy tanulmányt, amely ezekkel foglalkozik. A hirdetéseket 1953 és 55 között hirdették ki, ugye a dobolással a faluban. Hát ez egyfajta kommunikáció volt a közösségben, a falu közösségben, és ezeket megtaláltam a zombori történelmi levéltárban. Így is lehet őrizni egyfajta néphagyomány, illetve hát egyfajta kultúrát, és ugye kommunikációs kultúrát. Klamár Zoltán, Tóth Glemba Klára és Kúnya Sándor értekezéseiben a néphagyomány és a kultúra kapcsolatát vizsgálta többféle megközelítésből. A műsor szervezője és moderátora Szőke Anna, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnöke volt. A kultúra az egy nagyon megfoghatatlan, de tulajdonképpen egy nagyon széles skálán mozgó néphagyomány. A néphagyomány alatt most kihangsúznám azt, hogy nem csak a folklór és a tárgyi kultúra tartozik, valahol ebből építkezik a műalkotás, vers, irodalom, valahonnan ki kellett nőni, és tehát ezt a kapcsolatot szerettem volna én tudatosítani. A másik dolog, hogy járjuk körbe, mi az, ami magyar kultúránkhoz tartozik. A műsor keretében kiállítás nyílt a Kis Lajos Néprajzi Társaság köteteiből, a fiatal néprajzkutatók is bemutatkoztak. Végül a vajdasági vers és prózamondók előadásával, valamint a Topolyai Melódia Kamara zenekar dallamaival ünnepelték Topolyán a Magyar Kultúra Napját. Kisorsolták a Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny témáját. Festmény és fali óra a buszon címmel kellett színdarabot írnia ma a három szerzőnek az Újvidéki Színházban. A címet a magyar szóból véletlenszerűen húzták ki ma reggel. Ez alapján kellett a szerzőknek, Csík Mónika író újságírónak, Olá Tamás teatrológusnak és Toma Viktória író újságírónak, a Pannon RTV munkatársának szombat délutánig drámát írnia. A darabok megszületése után a három rendező a szöveget 24 óra alatt színpadra viszi és bemutatja a Vajdasági Magyar Színházak művészeinek, valamint az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatóinak segítségével. Az előadások és a színészek munkáját három tagú szakmai zsűri véleményezi és díjazza. A drámaíró verseny célja a vajdasági magyar drámairodalom fellendítése és pallírozása, hangsúlyozta Vencel Valentin, az Újvidéki Színház igazgatója. A három ősbemutatót holnap este láthatja a közönség az Újvidéki Színházban. Farsangi mulatságot szervezett óvisoknak és kisiskolásoknak Szabadkán a VMS Pestcsarai helyi szervezete. A gyerekek lelkesen készültek a jelmezbára, mindenki mókás állarcot öltött. A kis ördögöket, királylányokat, hóembereket, bábelőadás és sok finomság várta. Csákány Dominika és Ivanics Martin nagyon jó barátok. Ezért úgy döntöttek, hogy idén a farsangi ünnepségre Jancsinak és Juliskának öltöznek. Miért pont ennek költöztetek be? Hát nem tudom, ez volt a legegyszerűbb. Ki segített a jelmezetekbe, és meddig tartott elkészíteni? Pár percig, de senki segített. A mulatság során Ripcó László színművész feleségével előadta a Borsó Szemkirály kisasszony című mesét. Az előadás a gyerekeket és a velük érkező felnőtteket is elvarázsolta.
Van néhány előadás, amely nem tudunk elszakadni tőlük, szívünkhöz nőtt, és hogyha csak szinte egyet intenek, hogy jöjjünk, akkor mi jövünk. A farsangi mulatságon közel 70 gyerek vett részt. Magosi Zsuzsanna szervező elmondta, azt szeretnék, ha hagyományá válna a jelmezbál. Nem, titok, a Pestre helyi közösség területén nem igazán történik semmi, visszamenőleg sem, ezért úgy gondoltuk, mi felnőttek, szülők, tanítónénik, BMS-es aktivisták, női fórumosok, illetve a gyerekek is kellettek hozzá, hogy szervezünk valamit most a farsang ideje alatt, és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez egy nagy kihívás, sikerült megszervezni, és igyekszünk jól érezni magunkat. Az est végén a jelmezbe bújt apróságokat fánkkal és üdítővel is megvendégelték. Több száz galamb, 10 baromfi és nyúl várja a látogatókat Csantavéren a vadászotthonba a kisállatkiállításon. A galambászok legszebb példányaikat mutatják be szombaton és vasárnap, valamint érdekes programokkal is várják a vendégeket. A kisállatok kiállítása kicsiket és nagyokat egyaránt elcsábít a csantavéri vadászotthonba, hogy megcsodálják a számtalan érdekes szárnyast, és mellettük a sejmes bundájú nyulakra is vessenek egy pillantást. A kisgyereknek a kedvéért jöttünk el, úgyhogy nagyon szereti az ilyen baromfikat, meg a nyuszikat megnézzük, és akkor hallottuk, hogy lesz az a kiállítás, és úgy döntöttünk, hogy benézünk itt a délelőtti órákba. Az 51. csantavéri kisállat kiállításon a látogatók 46 fajta galambot nézhetnek meg, 11 fajta díszbaromfit láthatnak, és 4 fajta nyúl vár rájuk a két nap során. A fiatal Lassú Ferenc több mint egy éve foglalkozik 10 baromfik tenyésztésével. Számos kiállításon szerepelt már madaraival. Most törpe kakinakat mutatott be. Hát egy, mint egy házi csirke, megvan minden, vagy hús, minden, csak ezek díszek, ugye enni nem nagyon lehet belülük, mert tolva rajtuk, meg a külalakjuk, szép külalakjuk van, meg minden. A kiállításra külföldről is érkeztek vendégek. Molnár István, bár maga is tenyésztő, most csak látogatóként érkezett. Én csak vendégként megnéztem őket. Igazából nekem nem ez a típusú galambjaim vannak, budapesti magasröptők, de tetszenek, mert sokszínes, sokféle típusú galamb látható. A kiállított állatokat egy bírálóbizottsági szemügyre veszi. A legszebb példányok gazdáját oklevéllel és serleggel jutalmazzák az utolsó napon. A kiállításnak az a lényege, hogy bemutassuk nem csak a helyi szintű tenyésztőknek, hogy ki mivel foglalkozik, galamb, díszbaromfi, nyúl, díszmadár. Nagyon sokan vannak itt vidékről is, hogy most ne soroljam, Kikinda, Szabadka, úgyhogy nagy térség vannak. Összesen 91 kiállítónk van benevezve, ami egy nagyon jó eredmény. 400 fajgalambot lehet látni a közönségnek. A gyerekeknek szombaton madárbemutatót is tartottak, vasárnap pedig a kiállítóterem előtt bőrzét is rendeznek, ahol a kisállatok gazdára találhatnak. Közel 20 éves kerecsen sólymot fogtak vissza. Az állatot 1999-ben fiókaként jelölték meg Erdőtelek határában, Magyarországon. A tojó kerecsen sólymot idén fogták vissza Pest megyében. A madár véletlenül került a fogóeszközbe. A befogás célpontja a tojó párja volt, hogy a nem működő műholdas jeladót leszereljék róla. Az akció sikerrel járt, a hímet megszabadították a jeladótól, és közben a tojó is bekerült a hálóba. Jelenleg ez a legidősebb gyűrűs kerecsen sólyom a magyarországi madárgyűrűzési adatbankban. Az Euring adatbankban lévő két legidősebb példány is magyarországi adatok közül került az életkor rekord listára. Az adatok következő frissítése során a most visszafogott példány veszi majd át az első helyet. A sporthírek előtt az időjárásról. A holnapi nap folyamán borult lesz az ég, Vajdaság területén havas eső is előfordulhat. A hőmérséklet csökken, a legmelegebb órákban 3 Celsius fok, éjszaka pedig fagypont körüli hőmérséklet lesz. Hétfőn eleinte derűsebb, napos idő várható, később azonban megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 Celsius fok lesz, a jövő hét nagy részében felhős idő várható.
Az autósoknál a spanyol Carlos Sainz nyerte meg a Dél-Amerikában rendezett 40. Dakar Rallyt. A motorosoknál az osztrák Matthias Wagner bizonyult a legjobbnak, aki tavaly lecsúszott a dobogó legfelső fokáról. A kétkerekűek mezőnyében Gyenes Emmanuel a 23. lett, Szegmeister Gábor a 70. helyen fejezte be a túrát. A szabadkai versenyző a véghajrában még azt hitte, hogy nem ér a célba. Egy ütközés miatt egy ideig úgy tűnt, hogy véget ér számára a futam. Szegmeister Gábor az utolsó szakasz megkezdése előtti éjszakán a célbaérést követően nyilatkozott. A 77-es kilométernél elütött az autó, nem szándékosan, nagyon szűk, ilyen düllő úton haladtunk, nagyon mély homokban, én nem tudtam sehova se lehúzódni, megpróbált balra lehúzódni, de a hátulját az autónak ledobta, és ahogy ledobta a hátsó kerékkel, kiszakította a kifogómat, akkor köröztest a motor, nem volt itt nagy sebesség, de jó, megütöttem, szerintem meglett a bordám is megrepett. És aztán valahogy összeszedtem magam, ők megálltak persze, első segélyt nyújtottak, kérdezték, hogy mi van. Hát mondom, nézd, összetörtétek a motoromat, én nem tudom, utolsó előtti nap most mit csináljak, és valahogy akkor visszaállítgattuk. Novák Djokovic bejutott az Australian Open 8-as döntőjébe, miután sima játékkal 6-2-6-3-6-3 arányban legyőzte a spanyol Albert Ramos Vinolást. A korábbi szerb világelső a mérkőzés közben hátfájdalmakra panaszkodott, amiért orvosi segítséget kért. A masszást követően Djokovic magabiztosan folytatta a játékot. A szerb teniszező következő ellenfele a dél-koreai Hyeon Chung lesz, aki óriási meglepetésre 3-2-re legyőzte a világranglistán negyedik német Alexander Zverevet. Az Australian Open harmadik fordulójában is győzni tudott Fucsovics Márton. A magyar teniszező magabiztos játékkal 6-3-6-3-6-2 arányban verte az argentin Nicolás Kikert. Harmadik győzelmével Fucsovics várhatóan a 62.-63. helyre jön fel a világranglistán. A magyar teniszező 8-as döntős ellenfele a 19-szeres Grand Slam bajnok Roger Federer lesz. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában rendezték meg a Lékó János kispályás emléktornát. Az idei mérkőzésekre is 6 foci csapat érkezett. Idén 17. alkalommal rendezte meg a Tótfalusi Nyers István Akadémia a Lékó János kispályás emléktornát a legfiatalabb korosztály számára. Molnár Maja már évek óta foglalkozik labdarúgással, jelenleg a horgosi csapatnál véd. Nagyon régóta focizom, 6 éve. Én nagyon szeretek focizni, amikor van szabadidőm, mindig focizni akarok. Az emlékverseny névadójának egyik fia, Lékú Lajos már a kezdetektől aktívan részt vesz a szervezésben és Tótfalu sportéletében is. A Tótfalusi Olimpiai Sportegyesület kialakításánál, megalapításánál lényegében a Lékó család volt az, aki az első lépést megtette, hisz mi 5-en voltunk testvérek, abból 4 fiú. Mi már a fél kézilabda csapatot kiállítottuk, de ellenben az a legfontosabb, hogy abban az időszakban érződött egy szükséglet a sport és rekreatív tevékenységre az egész faluban és a környékén. Bontovics István, az Olimpia Sportklub elnöke, maga is Lékó János keze alatt nőtt fel, így nagy megtiszteltetés számára, hogy ő szervezheti az emlékversenyt. És a korosztály pedig ez a úgymond a kiskakasok korosztálya, az a 2004-es, 5-ös, 6-os gyerekekből áll. És úgy gondolom, hogy nagyon jó meccseket fogunk látni már ma. Itt az első meccsük ez, és a mostani meccs is már azt mutatja. És igyekeztünk olyan csapatokat hívni, akiknek van tudása, akinek abból munka folyik. A meghívásos tornára a vendéglátó Olimpia mellett 2 szabadkai, 1 csókai és 1 horgosi csapat érkezett. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer, röviden. Koszovóba látogatott ma Alexander Vučić. Borversenyt tartottak Temerinben. Hagyományos disznótort tartottak Topolyán. Kisállatkiállítás van Csantavéren.
Köszönöm szépen a figyelmüket. A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Most következik az Unicum Laude koncertje. Holnap a Pannon Rádióban jó zenékkel, slágerekkel, hírekkel és közérdekű információkkal várják a hallgatókat. A Szabadkai Magyar Rádióban reggel 9-től Agrárvilág. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!